Hello mindenki! Nem tudom, hogy ismeritek vagy emlékeztek-e erre a weboldalra, a remove.bg-re. Körülbelül egy fél évvel ezelőtt volt ez nagy durranás, vagy inkább pukkanás, hogy van ez a weboldal, ahová feltöltöd egy fényképedet, és teljesen automatikusan, ugye nagyon divatos szó mostanában a mesterséges intelligencia, valamiféle mesterséges intelligenciás bűvészkedéssel, szóval senki nem tud róla semmit a fejlesztőkön kívül, Szóval ezzel a mesterséges intelligenciával kivágja a fő témát a képből, tehát készít neked egy háttér nélküli végeredményt. Itt lejjebb láthatjátok is a példáit, hogy nagyjából mit lehet vele elérni, de hogy miért vettem elő most fél év után ezt az online alkalmazást? Hát azért, mert megjelent a Photoshopos változata. Egy pluginként, vagy egészen pontosan extensionként, tehát ilyen kiegészítésként telepíthető a Photoshopra, és használhatjuk. Egyébként havidíjas, tehát attól függően, hogy mekkora és milyen mennyiségű képet szeretnénk így kivagdosni a hátteréből, kell fizetnünk bizonyos összegeket, meg is tudom nektek nagyjából mutatni, hogy mennyit. Szóval itt van, hogyha például 125 darab HD felbontású fényképet szeretnénk, az körülbelül egy ilyen havi 9 dollárba fog nekünk kerülni, és így tovább, hogyha valaki ezrével szeretné, akkor bizony már elég mélyen kell a zsebébe nyúlnia. Az ingyenes verzió, amit mi most kipróbálunk, az mindössze egy darab HD képet engedélyez, illetve hát kis felbontású fényképeket. Ez a kis felbontás, ez, ha jól olvastam, akkor csak ilyen 640 pixel széles képeket jelent, úgyhogy még nem próbáltam ki ezt a szoftvert, viszont már telepítettem a Photoshopomra, itt is vagyunk a Photoshopban, ahol, mint említettem, ez nem egy plugin, hanem egy extension. Tehát nem itt a filterek között fogod megtalálni, hanem a Window menüben, ha lemész oda, hogy Extensions, akkor itt lesz felsorolva, mégpedig a Remove Background alatt. A telepítése nem túlságosan egyszerű és regisztrációhoz kötött, azután kapsz majd egy kódot, csak azzal működik még demo verzióban is, hogy egy kicsit körülményes, de minden le van írva, hogyha valakit érdekel, akkor megtalálja a weboldalon, még egyszer mondom, remove.bg, és próbáltam egy olyan képet keresni, amivel azért viszonylag meg tudjuk izzasztani, hiszen itt ezernyi a hajszál egy nem is túl egyértelmű háttér előtt, szóval remove background, olyan nagy tutoriált nem tudok nektek mutatni, ugye a mesterséges intelligencia egyetlen egy gomnyomásra próbálja kitalálni, hogy mi az, amit ki kell vágnia, Rögtön kaptam is egy figyelmeztetést, hogy a fotó elég nagy, majdnem 20 megapixeles, de az ingyenes verzióban maximum 10 megapixeles képeket vág ki, úgyhogy szeretném ezt lekicsinyíteni, 10 megapixelát, kicsinyítsük, lehet legyen neki. Nem gyorsítottam fel semmit, tehát viszonylag gyorsan kivágta a képet, de elég felemás eredménnyel. Készített itt nekünk egy másik réteget. Az eredmény az inkább ilyen zsákba macska szerű, a hajjal nem igazán boldogult, bár próbálkozott, és néhol egész jó eredményt ért el. Viszont itt a hajszálak közénél, illetve itt a másik oldalon, ahol a hajszíne meg a háttérnek a színe ezzel a bordósággal eléggé összecseng, hát itt nem nagyon, nem nagyon sikerült neki. Az alakot, egyébként a kezet a kart nagyon szépen kivágta, illetve itt a haj alját is. Természetesen van itt egy maszkunk, egy réteg maszkunk, tehát megvan az a lehetőségünk, hogy ezt az egészet utólag még alakítsuk. Szóval, ahogy látjátok, nem csak a mesterséges intelligenciát, de engem is, meg a Photoshopot is elég komolyan megizzaszt például ennek a képnek a kivágása. Úgyhogy az a helyzet, hogyha egyértelműbb a hátterétől sokkal jobban elkülönülő, meg kevesebb hajja rendelkező témát szeretnétek kivágni, akkor valószínűleg nagyon gyorsan és jól fog működni. Nézzünk akkor egy sokkal egyértelműbb példát. Ezúttal is csak egy gombos megoldás. Újra a figyelmeztetés. és real time nagyjából ennyi a szoftvernek a kivágás. Ahogy látjátok, a kép elég kicsi lett, de ezúttal sokkal szebben, pontosabban dolgozott. Aki pedig itt volt, annak nagyon szépen köszönöm a türelmét, remélem, hogy tetszett nektek. Ha így van, akkor ne felejtsetek el lájkot like nyomni, illetve feliratkozni a csatornámra. Aki pedig szeretné támogatni a csatornát, úgy érzi, hogy szükség van egy ilyen ismeretterjesztő csatornára ebben a témában, az lent megtalálja a Patreon linket, az eddigi Patreon támogatóimnak pedig nagyon szépen köszönöm, kiemelten Rozának és Sinka Sándornak, nektek pedig szép fényeket. Sziasztok!